Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istenek igét, hogy meg akar szólítani bennünket így a teremtés hetében, az egyházi évünk útmutatása szerint Szent Háromság ünnepe utáni 17. vasárnapon. Ámosz profétának a könyvéből van a mai igénk a negyedik fejezetnek a 11. versétől kezdve. Istenek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. <coughs> Ezt mondja az Úr a proféta által. Olyan pusztulást hoztam rátok, mint amikor Sodomát és Gomorát elpusztította Isten. Olyanok lettetek, mint a tűzből kiragadott üszkös fadarab. Mégsem tértetek meg hozzám, így szól az Úr. Ezért bánok így veled, Izrael. És mivel így bánok veled, készülj Istened elé. Mert aki hegyeket formál és szelet teremt, aki tudtára adja szándékát az embereknek, aki hajnalt és alkonyatot alkot, és a föld magaslatai lépked, annak a neve az Úr, a seregek Istene. Ezt mondja az Úr Izrael házának, engem keressetek, akkor életben maradtok. Amen. Eddig is ennek igéje, foglaljunk helyet. Az utóbbi Években egyre többet beszélünk, és talán, hogyha valaki interneten szokott híreket olvasni, és azért talán már a többségünk ezt így teszi, akkor nem lehet úgy megnyitni egy hírportált 24 óra alatt, hogy az ember mondjuk rendszeresen néző, hogy ne legyen valami olyan hír, ami a klímahelyzetről szól. Nyilván ez nem véletlen, hiszen nem csupán klímahelyzet van, klímahelyzet mindig van, a kérdés, hogy milyen a helyzet, rossz a helyzet, és klímakatasztrófát szoktak emlegetni. És hát ez nem a jövő, hanem a jelen. Azt hiszem az időjárásnak a dolgaiban, főleg aki kicsit jobban foglalkozik mezőgazdasággal, az pontosan tudja azt, hogy micsoda ambivalens dolgok és nagyon furcsa és tragikus dolgok történnek. Nemrégiben olvastam, hogy a homok hátságon, ugye ez a Dunatisza közének középső része, hogy a Kecskemét-Budapest vonal nagyjából, annak is a délebbi része. Bácsiskú megyébe a gazdák fölhagynak a gazdálkodással, mert már nincs annyi eső, hogy bármit is tudjanak termeszteni. De egy kicsit messzebbre megyünk, akkor ráadásul most dokumentálták az első olyan esetet, ami egy egész országra kiterjed, klímakatasztrófa helyzet, és százszázalékosan bizonyított, hogy csak is kizárólag az emberi tevékenység az oka nem tudom, hogy olvastuk-e, egy pár héttel ezelőtt keringett a, az interneten a cikk. Ez a hely pedig Madagaszkár. Madagaszkár, ahol olyan éhínség van már most, és néznek szembe olyan éhínséggel, ami a klíma helyzetből fakad, és 100 százalékig bizonyított az, hogy csak és kizárólag az emberi tevékenységnek az oka. Ugye Madagaszkár egy sziget, tehát az egy zárt rendszer, tehát ott nagyon hamar kijön az, hogyha valami probléma van és egy picit közelebb hozzuk Madagaszkárt, eh, ahhoz eh, érdemes azt tudni, hogy Madagaszkár a nyolcadik legevangélikusabb ország a világon. Nem tudom, tudtuk-e? Tehát ha darabra nézzük, hogy egy országban mennyi evangélikus él, akkor Madagaszkár sorrendben a nyolcadik. Négy millió evangélikus él Madagaszkáron a 25 milliós lakosságból. Ebből a legnagyobb evangélikus egyház három millió főt számlál, és dinamikusan növekszik. És hát éheznek. Hitt is. És hát éppen ezért számtalan olyan program van, meg esemény, meg, meg figyelemfelkeltő kampány, amiben, amiben felhívjuk a figyelmet arra, hogy oda kellene figyelnünk a környezetünkre, a természetre, mert hogy a pusztulás felé rohanunk éppen. Hallottunk már ilyenről, hogy műanyagmentes július, biztos vagyok benne, meg Fridays for Future, meg az a kampány is, amiben mi magunk is becsatlakoztunk nagy sikerrel, ugye a Passzold Vissza Tesó kampánya Jane Goodall intézetnek, amiben használt mobiltelefonokat és tableteket gyűjtünk folyamatosan itt a gyülekezetben, és ezek mind-mind nagyon jók, és hát ugye múlt héten volt az Európai Mobilitási Hét, ami a, az egészséges közlekedés és mozgás hívja fel a figyelmet és azért nem kell messze menni, mert lemegyünk innen a dombról, éppen duatlonban versenyeznek itt a főtéren van a rajtvonal, ami szintén a, a, a természethez közeliséget, az egészségességet és a, és a, és a klímavédelme, vagy a, a bolygónknak a védelmét szolgálja szintén. <kül> és úgy tűnik, hogy a Teremtés hete, amely ma indul, egy ökumenikus szervezés, amiben a teremtettségünkre figyelünk rá, úgy tűnik, hogy ez beáll ezeknek a programoknak és kampányoknak a sorába. És valamilyen szinten persze ez igaz is, hogy egy más szemszögből nézünk mi ugyan a kérdésre, hogy hogyan tudnánk a pusztulástól megmenteni magunkat, mert hogy itt erről van szó, mint emberiséget értem a magunkat, de valahogy mégsem élünk be százszázalékosan mi ebbe ezeknek a zöld programoknak a Sorába És hogy miért arra a mai igénk ad választ. Ámosz profétából van a mai igénk, én Ámosz profétát nagyon szeretem azért, mert ő mert egy nagyon agilis személyiség volt, a Szentlélektől indítatva mindig odaállt azok mellé, akiket elnyomtak, a társadalom perifériáján voltak, a szegények mellé, a kisemmizettek mellé, mindig odaállt. És hirdette az Isten szeretetének az evangéliumát, és persze odaállt a hatalmasok mellé is, akik mondjuk adott esetben az elnyomó szerepében tetszelektek. Volt ez, van ez, volt ez és van ez, ez a helyzet. És odállt is hirdet az Istennek az ítéletét. Hogy az Istentől kaptátok hatalmatokat, és hogyha rosszra használjátok, akkor az Isten előtt kell majd elszámolnotok vele. És hát Ámosz profétának a szavai, a mai igénk, az Isten üzenet Ámoszon keresztül így hangzik, így kezdődik. Olyan pusztulást hoztam rátok, mint amikor sodomát és gomorát elpusztította Isten. Olyanok lettetek, mint, lettetek, mint a tűzből kiragadott üszkös fadarab, mégsem tértetek meg hozzá. Sodoma és Gomor egy olyan hely volt az Ószövetségben, Mózes első könyvében olvashatunk róla, ahol olyan galád állapotok uralkodtak a településeken belül, hogy az megérett a pusztulásra, és el is pusztultak ezek a települések. És hát azt mondja Ámosz próféta, akkor Izrael népének, és ma nekünk, hogy a pusztulás felé mentek. Hát nem látjátok? Ott van Madagaszkár, a homokhátság. Vagy csak gondoljunk bele abba, hogy mennyibe kerülnek a zöldségek, nem véletlen? Hogy amikor elmegyünk bevásárolni a kosárba, miért van egyre és egyre kevesebb az élelmiszerből ugyanannyi pénzért? Többek között ezért. Vagy miért van az, hogy a légkondicionáló berendezéseknek az üzemideje ilyen meredeken növekszik meg a száma, és már nem lehet bírni a meleget. A pusztulás felé, sodoma és gomora felé halad minden. Figyelmeztetlek benneteket, mondja Ámosz. De Ámosz proféta nem csupán diagnosztizál. Tehát nem csupán arról beszél, hogy, hogy baj van, mert azt mindenki el tudja mondani, hogy baj van. Az, az nem kérdés, <laughs> az egyszerű, hanem mi a megoldás, vagy mi a problémának a gyökere. Mert ugye erről is beszél Ámosz proféta, azt mondja az Isten, mert nem tértetek meg hozzám. Nem tértetek meg hozzám. És itt érkezünk el oda, hogy miért nem állunk be mi a zöld programoknak a sorába, és miért mondunk mi többet, mint akármelyik másik zöld program. Így folytatja Ámosz proféta, pontosan így fejezi be a mai igét, hogy engem keressetek, mondja az Úr, és akkor életben maradtok. És itt indirekt módon a proféta rávilágít a probléma gyökerére. Mert amikor a világ azt mondja, hogy a, hogy a bolygónkon miért történik az, ami történik, akkor azt mondja, hogy kapzsiság, meg hatalom, meg pénz, és persze ezért, de mi a problémának a gyökere? A problémának a gyökere nem más, mint a bűn. És amikor mi evangélikusként, az evangélikus teológiában bűnről beszélünk, akkor nem csupán azokról a rossz dolgokról beszélünk, amit elkövetünk, azok csupán tünetek, mint egy betegségnek a tünetei, hanem annak a gyökeréről beszélünk, és ez a gyökér pedig nem más, mint az Istentől való távolság. A bűn. Engem keressetek, mondja az Úr, és életben maradtok. Mert abban a pillanatban, amikor az Isten szeretetének, jelenléte szeretetének védő ernyője kiszabadul az emberiség, azt hiszi, hogy szabad, pedig nem. Kiszabadul, és akkor elkezd garázdálkodni. És akkor megtörténik az, ami most történik éppen a bolygónkkal. És hiszen azt mondja, hogy gyertek vissza. Gyertek vissza hozzám, mert hogyha a köztünk lévő távolság csökken, annak tünetei is csökkennek, és akkor jobb lesz minden meglátjátok, engem keressetek, akkor életben maradtok. Nem véletlen az különben, hogy Pálapostol azt írja, <coughs> szenzációs ége különben a rómaiakhoz írt levélből, azt írja, mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak és lányainak megjelenését. És Pálapostól nem azt mondja, hogy az emberek egy csoportja, nem azt mondja, hogy az egész emberiség, hanem mit mond? A teremtett világ. Kedves testvérek, elhívásunk van arra, keresztény hívő emberként, hogy az Isten szeretetét, a megtérésnek a lehetőségét, az Istenhez való fordulás lehetőségét hirdessük, egyrészt az üdvösségért, legfőképpen, de másrészt pedig azért, hogy a bolygónk megmeneküljön. Mert másképp nem fog. Ha nem tér az emberiség az Istenhez, akkor nem fog megmenekülni. Hát látjuk azt, hogy bármennyire erőködünk, nem tudom, hogy egyre rosszabb és rosszabb lesz. Egyre rosszabb is De ha mi komolyan vesszük ezt, az evangéliumnak a hirdetését átadjuk másoknak, akkor elérhetünk egy olyan kritikus tömeget, ahol megtörténhet a csodával határos, csodával határos módon egy 180 fokos fordulat, amelyben az Isten felé fordulva az ő szeretetének erőterébe visszalépve egy csodálatos melléktermék is lehet. És ez a csodálatos melléktermék a bolygónk megmenekülése. Mert ugye a végső célunk az örök élet az üdvösség Jézus Krisztusban, de ennek vannak fantasztikus és csodálatos melléktermékei. És az egyik ilyen, hogy odafigyelünk a teremtett világra, és megmenekül a bolygónk. Vagy ilyen még az emberi kapcsolatainknak a rendbetétele, és még sorolhatnék egy csomó mindent, amely következik az Isten szeretetéből, üdvösséget kínáló szeretetéből. Mert így gyógyulhatunk magunk is, és így gyógyíthatunk mi is. Úgyhogy nekünk, hívő embereknek a bolygó megmentése rész cél, mert bármi történik, nekünk helyünk van az Istennél, szóval mi már, mi már ott vagyunk a tutiba, hogy így mondjam, de hát felelősségünk van ezért a teremtett világért, amibe belehelyezett bennünket az Isten. És ebben is munkatársainak akar bennünket. Nagy felelősség és csodálatos méltóság ez bár csak mindannyian az Isten eszközei lehetnénk. Ezért imádkozzunk. Mindaltó Istenünk, köszönjük neked, hogy olyan méltósága ruháztál föl minket, hogy emberé lettél értünk, és bennünket munkatársaiddá, testvéreiddé fogadsz. Amen.